A középfokú felvételi eljárás egyik legfontosabb eleme a központi írásbeli vizsga. Az oktatási hivatal már ősszel tájékoztatta a diákokat, hogy ebben a tanévben ez január 20-án lesz. Ezen a héten szombaton 10 órától kezdődik a vizsga, először a magyar nyelv és irodalom, majd 11 órától a matematika feladatlap megoldásával. Mintegy 63 ezeren vizsgáznak, ők a 6 és 8 évfolyamos képzésekre, valamint a 9. évfolyamra jelentkeztek. Fontos felhívnom a figyelmet arra, hogy az oktatási hivatal a megelőző több mint 10 év összes középiskolai felvételi feladatsorát az honlapján elérhetővé tette és teszi is a jövőre vonatkozóan is. Tehát azok, akik ilyen felvételi vizsgán vesznek részt, ugye nekik nagyon hasznos, hogyha úgymond korábbi feladatlapokkal ismerkednek, ezeket megoldják, hiszen a mostani feladatok is a logikájukat és a struktúrájukat tekintve hasonlóak lesznek ehhez. Országos szinten a középiskolák 63%-a. 421 intézmény követelményei közé tartozik a központi vizsga. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 19 középiskola, 21 feladat ellátási helyszínén várják a tanulókat. 6 osztályos képzésre 121, 8 évfolyamosra 59, 9. évfolyamra pedig 2355 Szabolcs megyei diák jelentkezett. Azok a tanulók, akik valami rendkívüli, előre nem számított oknál fogva, tehát valami nem várt kisebb baleset, sérülés, vagy valami egyéb rendkívüli hóakadály miatt nem tudnak esetleg időben eljutni, vagy nem tudnak eljutni az időpontra a középiskolákba, 20-ára, tehát most szombatra, akkor számukra, de csak a rendkívüli igazolással rendelkező tanulók számára van lehetőség jövő héten, csütörtökön 25-én délután 2 órától pót felvételi eseményre jelentkezni. Az oktatási hivatal adatai szerint az idei vizsgázók száma nagyjából megegyezik a tavalyi adatokkal.